A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2021. május 18-án hirdetett határozatot annak a három fiatalkorú vádlottnak az ügyében, akik megvertek egy idős férfit, valamint nádudvaron bántalmaztak és megaláztak egy fiatal lányt. A bíróság az elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének büntettében és kétrendbeli testi sértés büntet kísérletében. A másodrendű vádlottat társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének büntettében és testi sértés büntet kísérletében, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett testi sértés büntet kísérletében mondta ki bűnösnek. Az első és másodrendű vádlott 1 év 6 hónap, valamint 1 év 2 hónap javító intézeti nevelését rendelte el a bíróság, míg a harmadrendű vádlottat 100 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte, és egy korábbi ítéletben kimondott próbára bocsátását megszüntetett. Dr. Tóth Katalin bíró az ítélet indoklása során elmondta, hogy a bíróság súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádlottak cselekménye országos méretű közfelháborodást váltott ki. A videófelvételen indokolatlan brutalitás volt látható, ami az internetre is kikerült. Maga a gátlástalan elkövetési mód és a történtek a sértett fiatalkorú lányt a mai napig megviselik, bár megbocsátott bántalmazóinak. A bíróság további súlyosító körülményként vette figyelembe azt is, hogy az első és másodrendű vádlott ittas volt, és társtettesként követték el a bűncselekményt. Az ítéletet mindhárom vádlott vonatkozásában az ügyészség tudomásul vette. A döntést a harmadrendű vádlott és védője szintén tudomásul vette, így az ő esetében az jogerős, míg az első és másodrendű vádlott és védőik enyhébb intézkedés kiszabását kérték a fellebbezésükben. Az ügy az ő vonatkozásukban a debreceni törvényszéken folytatódik.